Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Majdnem pontosan egy hónap múlva országgyűlési választást és népszavazást tartanak Magyarországon. Erről is szó esik a mai műsorban, nézzük a kínálatot. Választás 2022. Képviselőket választunk, és népszavazás is lesz. Agrárfórum, évindító megyei értekezletet tartottak a gazdák. Fejlődő település. Elfogadták az idei költségvetés nyírteleken. Április 3-án vasárnap tartják a 2022-es országgyűlési választást és az úgynevezett gyermekvédelmi népszavazást. Melyek a legfontosabb tudnivalók a következő egy hónapban? Vendégünk Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a nézőket! Pénteken, 25-én elég fontos dátum volt a választás szempontjából. Megvannak most már a szavazólapra kerülő pártok, illetve a listák. Hogyan alakult ez? Pénteken volt annak a határideje, hogy az egyéni jelöltek az 500 ajánlást bevihették a választókerületi választási irodába, és leadhatták ellenőrzésre. Hogyha elérik ezt a számot, akkor dönt majd a választási bizottság a nyilvántartásba vételükről. És szombaton akkor volt a jelölőszervezetek, a pártok nyilvántartásba vételének a határideje, az országos listák leadásának a határideje. Ez meg is történt, és a Nemzeti Választási Bizottság utána sorsolt is mind az országgyűlési pártok, mind pedig az országos nemzetiségeknek a listás sorrendjéről. Hogyan alakul a kép, hány párt várható a szavazólapon? A sorsoláson 7 jelölőszervezet lett kisorsolva az országos pártok jelölőszervezetek közül. Itt még biztosan lesz változás, mert az látszik, hogy a jelölőszervezetek közül lesz olyan, aki az országos listaállítás minimum feltételeit nem fogja tudni teljesíteni. Hogyan tájékozódhatunk arról, hogy ezeken a listákon kik szerepelnek? Tehát, hogy egy-egy pártnak a listája hogy alakul, ki hanyadik helyen szerepel? Mind a jelölőszervezetek, mind pedig az egyéni jelöltek a választás.hu honlapon elérhetőek, és ott teljes részletességgel böngészhetők ezek az adatbázisok, hogy melyik választókerületben hány jelölt van, melyek a jelölőszervezetek, és a kisorsolt sorrendjük is megismerhető a honlapunkon. Nekünk választópolgároknak mi a teendőnk? Élni a választójoggal, és részt venni április 3-án a választásokon, ugye egyrészt az országgyűlési választásokon, másrészt pedig a népszavazásokon. Kaptunk ugye erre meghívót a választásokra. Mi történik, ha valaki azóta lakcímet változtatott, vagy nem a lakhelyén szeretne szavazni? Ha azóta valaki lakcímet változtatott, akkor az új lakóhely szerinti helyi választási iroda egy új értesítőt fog neki küldeni, és az alapján fogja tudni az érintett választópolgár, hogy az új lakóhelye szerint melyik szavazókörhöz tartozik, és ott hova kell mennie szavazni. Hogyha pedig valakinek úgy alakul az élete, hogy a szavazás napján nem a lakóhelyén fog tartózkodni, akkor neki külön kérelmet kell benyújtania, és azt kérelmeznie, hogy vagy egy Magyarországon lévő másik településen adhassa le a szavazatát, ez az átjelentkezés, vagy hogyha külföldön fog tartózkodni, akkor valamelyik magyar külképviseleten adhassa le a szavazatait. Ennek mi a határideje? Ennek a határideje a választásokat megelőző 9. nap, vagyis idén 2022. március 25-e. Mi történik, ha valaki egészségi okok miatt nem tud a kijelölt helyen szavazni, valami váratlan esemény miatt? Kérhet-e mozgó urnát? Persze kérheti. Még a szavazás napján 12 óráig lehetőség van a mozgó urnát kérni. Ha már itt az előbb a külképviseletek szóba kerültek, különféleképpen tudnak szavazni azok az állampolgárok, akik külföldön dolgoznak, de alapvetően magyarok, vagy magyar állampolgárok és magyar lakcímmel rendelkeznek. És különböző módon szavaznak azok, akik határon túlélő magyar állampolgárok, vagy kettős állampolgárok. Mi a különbség? Igen, a jogszabály a különbséget a lakóhely szerint teszi. Akinek van magyarországi lakóhelye, az jogosult a pártlista vagy nemzetiségi lista mellett az egyéni jelöltre is szavazni a lakóhelye szerint, míg azok a magyar állampolgárok, kettős állampolgárok, akiknek nincsen magyarországi lakóhelyük,
ők a népszavazáson is szavazhatnak, viszont az országgyűlési választásokon csak a pártlistára adhatják le a szavazatukat, és egyéni jelöltre magyarországi lakcím hiányában nem szavazhatnak. Ők viszont levélben is szavaznak. Ők viszont levél útján szavaznak, tehát ők levélcsomagot kapnak, azt kell kitölteniük, és azt adhatják le, vagy küldhetik vissza többféle módon, akár a konzulátusokon, akár magyarországi országos választókerületi választási irodákban, vagy pedig a posta útján. Muszáj, hogy érintsük a témát itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az élet azért nagy forgatókönyvíró. Könnyen lehetséges, hogy azok a szavazóhelyiségek, amiket kijelöltek szavazásra, azok esetleg más funkciót fognak betölteni, nevezetesen esetleg menekülteket kell ott elhelyezni. Van erre forgatókönyve a választási irodának? Igen, készültünk erre is. Bízunk benne, hogy a helyzet addig rendeződni fog, de amennyiben továbbra is fennáll ez az állapot, és az érintett szavazóhelységekben menekültek elszállásolására fog sor kerülni, akkor a településeken, a helyi választási irodáknak lehetőségük van új szavazóhelységet kijelölni. Ez esetben az a többletkötelezettség párosul hozzá, hogy a választópolgárokat egy új értesítővel az új szavazási helyszínről tájékoztatni kell. Tehát előfordulhat, és az eljárásjog azt is szabályozza, hogy milyen további teendők társulnak hozzá. Úgyhogy a választópolgárok ebben az esetben is tudatában lesznek annak, hogy hova kell menniük szavazni. Nem csak országgyűlési választást tartunk most, hanem népszavazást is. Mit kell erről tudni az állampolgároknak? Igen, az, hogy Magyarországon először fog sor kerülni arra, hogy az országgyűlési választásokkal egy napon népszavazási kérdésekben is kinyilváníthassák a véleményüket, ezt egy közös eljárás keretében tudják megtenni. Tehát aki például egy átjelentkezési kérelmet fog benyújtani, akkor ez nem csak az országgyűlési képviselők választására vonatkozik, hanem a népszavazásra is. És a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó szavazólapok mellett egy népszavazási szavazólapot is fogunk kapni. Ugye egy szavazólapon lesz a 4 kérdés, de mind a 4 kérdésre önállóan lehet választ adni. És az eredmény is a népszavazások tekintetében, ugye 4 kérdés alapján 4 külön eredmény megállapításra fog sor kerülni. Tehát gyakorlatilag 3 lapot fogunk kapni, ha bemegyünk a szavazóhelyiségbe, egy egyéni képviselő választási lapot, egy párt szavazólapot és egy népszavazási lapot. Igen. Sőt, az is egy újdonsága lesz most az eljárásnak, hogy a névjegyzéket 2 helyütt kell aláírni. A népszavazási szavazólap átvételét igazolja az állampolgár, választópolgár az egyik aláírással, a másik aláírással pedig az országgyűlési választásokhoz kapcsolódó szavazólapokat. És ott még annyi különbség lehet, hogy az egyéni jelölt mellett, aki nemzetiségi névjegyzékben szerepel, és ezt az országgyűlési választásokra is kiterjesztette, az az országos pártlista helyett a nemzetiségi listára fog szavazni. Tehát ő nem fog pártlistás szavazólapot kapni, hanem helyette, miután nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár a saját nemzetiségének a listáját fogja megkapni. Ezeket külön borítékba fogjuk rakni, vagy egyáltalán nem kell borítékot használni, ugyanabba a dobozba kell majd bedobni a népszavazást is, meg az országgyűlési választási lapot is, vagy pedig ennek lesz külön urnája? Egy borítékot fog kapni minden választópolgár, a szavazólapokat összehajtva ebbe a borítékba lehet betenni, de nem kötelező betenni, és közös urnák lesznek, és a szavazás lezárultát követően a szavazatszámláló bizottságok feladata lesz a szavazólapokat szétválogatni, és utána a meghatározott sorrendben először az országgyűlési választások eredményeit, majd pedig a népszavazások eredményeit rögzíteni. Nagy Attila, köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk, és mindezekről tájékoztatott bennünket. Én jó munkát kívánok a következő jó egy hónapra, vagy még utána is. Nyilván lesz még ezzel feladat. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.
Több mint 4200 milliárd forint uniós forrás jut vidékfejlesztésre az új fejlesztési ciklusban. Ez az összeg csak nem háromszorosa az előző 7 évihez képest. Csütörtökön a támogatások felhasználási lehetőségeiről és az új uniós közös agrárpolitika szabályváltozásairól kaptak felvilágosítást a megye gazdái. Napkoron Kerecsen József járt. Szinte nem volt szabad hely, több mint 100 megyebeli gazda érdeklődésével tartották meg csütörtök este a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett agrárfórumot a napkori Kerekerdő turisztikai központban. A konferencián a következő évek támogatásairól és fejlesztési lehetőségeiről tájékoztatták a mezőgazdaságból élőket. Köztudottan itt nagyon nagy számban fordul elő, akik abból tartsák el a családjukat. Ezeknek szeretnénk mi olyan információt nyújtani, amivel közelebb kerülnek ahhoz a forrásokhoz, amit egy-egy gazdaságban elérhetnek. Látjuk, meg érezzük, a kormány komolyan figyeli ezt a itt tevékenykedőknek a működését, és jelentős nagy forrásokat fordít a vidékre, ami a jövőben kiemelkedő időszak elé néz, a kormány elkötelezettségének köszönhetően Magyarország a következő 7 évben történelmi nagyságú összeget, mint egy 7500 milliárd forintot fordíthat a vidék és az agrárium megerősítésére. Eredményes és kitartó gazdálkodást kívánunk mindazoknak, akik itt eljöttek és ebből a tájékoztatásban részesülnek. A mezőgazdaság versenyképességének fenntartása kiemelt stratégiai célja az államnak. Az ehhez szükséges fejlesztések megvalósításához a kormány jelentős többlettámogatást biztosít a gazdák számára, megháromszorozva a 2021 előtti időszak összegét. Magyarország kormányának kiemelt célja a megújuló vidék, megújuló agrárium program keretében, hogy a magyar mezőgazdaságot, a magyar vidéket, közösségeit, az élelmiszeripart jelentős szerephez tudja juttatni. Felkészüljön az új közös agrárpolitikára, új fejlesztéseket tudjon létesíteni, és ezzel meghatározó szerepe legyen Európának. Azt gondolom, hogy szemmel látható jele ennek a célkitűzésnek az, hogy mintegy 80%-os nemzeti hozzájárulás biztosít Magyarország kormánya az uniós forrás mellé, ezzel megháromszorozva a korábbi időszak támogatási rendszere, áll rendelkezésre 1570 milliárdnyi forintnyi támogatási összeg csak ebben a 2 évben. 23-tól induló támogatási ciklushoz pedig még további 2850 milliárd forintnyi támogatás áll rendelkezésre. Ez az az összeg, mely fedezetet jelent minden ágazat számára a fejlődésre, a fejlesztésre és a fenntartható gazdálkodásra. Szabolcs megyeiként mindig elfogultan tudok nyilatkozni, és én is mindig azt mondom, hogy valóban ez az ország éléstára, ha a gyümölcsét nézzük, akkor pedig meghatározó az ország gazdasági tekintetében. Számos pályázati konstrukció közül talán ebben a megyében a legmeghatározóbb a kertészet ágazat fejlődése. Ha azt veszük alapul, hogy 800 család igényelt eddig az üzem megújításához több mint 10 milliárd forint támogatástól gépeket, eszközöket kíván beszerezni, de jelentős az állattartás is, ahol több mint 57 milliárd forint értékben érkezett be támogatási igény. Ha ezeket a számokat alapul veszük, akkor valóban láthatjuk, hogy megerősödő alapanyag termeléssel tudunk hozzájárulni itt a megyében létrejövő új alapokra helyezett élelmiszeripari fejlesztésekhez, mint egy 38 milliárd forint értékben 60 darab új fejlesztési igény érkezett, 60 élelmiszer feldolgozó felújításáról, megújításáról és új feldolgozóüzem létesítéséről. Mindamellett különös jelentőséggel bír, amikor az önkormányzatokkal tudunk együttműködni, és mintegy 125 önkormányzat 23 milliárd forint értékben nyújtott be fejlesztési igényt, hogy településeinket összekössék, külterületi utakat szélesítsenek, szilárd útbokolattal lássák el, könnyítve ezzel a gazdálkodást és kapcsolatteremtést a egymást összekötő településeknél. A gazdák számára fontos év az idei, hiszen fel kell készülniük azokra a kihívásokra, amelyet a 2023-tól érvénybe lépő új uniós közös agrárpolitika támaszt. Fontos módosítás például, hogy a terület alapú támogatást a jövő évtől kezdődően már teljesítmény alapon kapják a mezőgazdasági vállalkozók. A mostani 7 éves Európai Uniós költségvetés időszakában hatalmas kihívások előtt áll a magyar agrár- és élelmiszergazdaság, mint ahogy államtitkár úr ismertette a számokat. Valóban ezeket nagyon okosan, nagyon jól és nagyon célszerűen kell felhasználni ahhoz, hogy a vidéken élő emberek
és ez szolgálja valamennyi magyar polgár javát, sikeresebbé váljanak, versenyképesebbé váljanak. Államtitkár úr említette a különböző területeken, milyen fejlesztési források állnak rendelkezésre. Engedjenek meg nekem egy nagyságrendű összehasonlítást. Az előző 7 éves Európai Uniós pénzügyi ciklusban összesen 4470 milliárd forint állt rendelkezésre. Ezzel szemben ebben a pénzügyi ciklusban nem kismértékben attól függően, hogy a magyar kormány a nemzeti támogatás összegét 17,5%-ról 80%-ra emelte, így az egyes pillérben is tudtuk a kieséseket pótolni, ezáltal 7713 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez, ha összevetjük a két időszakot, a két pénzügyi ciklust, a két 7 éves ciklust, akkor ez 73%-os emelkedés, tehát 173%-on állunk. Ez az egyik, ami nagyon fontos, és ebből kiemelkedően az egyes pillér, ami egyébként negatív lett volna, ha nincs a kettes pillérből a 25% átcsoportosítás, így az egyes pillérben 112%, tehát 12%-kal nő a támogatás összege, a források nagysága az előző ciklushoz viszonyítva, és a kettes pillérben viszont 291%-on, tehát majdnem meg háromszorozódott a kettes pillérben, tehát a VP, a vidékfejlesztési források, a különböző fejlesztésekre fordítható összegek felhasználási lehetősége. Azt gondolom, hogy ez egyértelmű jelzés valamennyünk számára. Amiért a falugazdászokkal, a kamara munkatársaival együtt különböző fórumokat szervezünk, a gazdákat is invitálva ezekre a fórumokra, ez azért van, mert ezeket a forrásokat nagyon okosan, nagyon jól kell, hogy felhasználjuk. És talán annyit el kell mondjak, hogy eddig, főleg az egyes pillérben, a területalapú támogatások esetében a támogatás normatív alapon járt. Művelt területre normatív alapon. Most megváltozott a helyzet. Most nagyságrendileg szinte az üzem teljes területére jár, de nem normatív alapon, hanem teljesítmény alapján. Majd az elkövetkező időszakban, ha most ez a 2 éves átmeneti időszak lejár, most ugye még a régi támogatási szisztéma szerint, de az új büdzséből fizetjük a támogatásokat. De ha most ez a 2 év, ennek az évnek a végével, gyakorlatilag már az új rendszer kezd működni, és abban az esetben már a gazdáknak vállalni, tehát többletvállalással tudnak többlet területalapú támogatást elérni. A fórumon szó volt arról, hogy már tervezés alatt van a megyében egy komolyabb beruházás, ami javítja a felszíni vizek hasznosítását. A szaktárca pedig a szabolcsi alma piaci helyzetével is kiemelten foglalkozik. Nem kis küzdelmet folytattunk azért, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét ne adjuk vissza az akácnak, hanem azok az ültetvények korszerűbbé váljanak, a feldolgozóipar, a kereskedelem, a csomagolás, az egész marketing az működjön, és hát versenyképesebbek legyenek az emberek. Nagyon sok tanácskozás volt, nagyon sok szakmai egyeztetés volt, szakértői szintű egyeztetések, mélyreható egyeztetések, a különböző tárcák, főhivatalok vezetőivel folytattunk egyeztetéseket. Azt gondolom, hogy a végső stratégiai döntések a felszíni vizek hasznosítására megszülettek, a kormány intézkedett arról, hogy a kiviteli tervek készítésére a 2,8 milliárd forintos összeg rendelkezésre álljon, mert az a cél, hogy a vizeket megfogni, megtartani, visszatartani a vizeket, és akkor, amikor szükséges, öntözni tudjunk. Ugyanis azt tudni kell, nagyon világos a helyzet, nagyon egyértelmű, hogy ma már korszerű gyümölcstermesztés, de pontosítok, korszerű szántóföldi gazdálkodás sincs korszerű vízhasznosítás nélkül. Ebben nem csak az öntözést értem bele, hanem egyáltalán a talajvízszint emelést, egyáltalán a felszíni vizek megtartását, egyáltalán a klímát befolyásolni képes felszíni vizeknek a növelését. Ez zajlik ma
A megyében ez a tervezés zajlik szakértői szinten, én bízok a szakértőkben, mi a forrásokat ehhez megteremtettük. Azon vagyunk, hogy a szabolcsi alma, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye aranyát jelentő gyümölcs, az a régi hírnevét visszaszerezze, és a legkorszerűbb fajtákkal, a térség adottságaihoz igazodó fajtákkal és termesztés technológiával, természetesen a legkorszerűbb módszerek alkalmazása mellett ezt az egészet sikerre vigyük. Elfogadta idei költségvetését Nyírtelek. A megyeszékhelytől mindössze 10 kilométerre fekvő településen a múlt évben bővítették az iskolát, utakat újítottak fel és fejlesztették a közvilágítási rendszert. Milyen terveik vannak erre az évre? Vendégünk Szekeres József Nyírtelek polgármestere. Jó estét kívánok, köszöntöm. Kezdjük sokan, nagy tisztelettel köszöntöm a tévénézőket. Hát nyilván a tervek azok mindig magas röptőek, de a legfontosabb az, hogy februárban azért próbáljunk a realitás talaján maradni. Elfogadtuk a költségvetést, van egy nagyon jó kis csapat, aki ezzel foglalkozik, és 2014 óta eddig minden évben sikerült elsőre elfogadhatnunk a költségvetést a képviselőtestülettel, ez mindig egyhangú is volt, és ettől nagyobb dolog az, hogy ezt mindig végig is tudjuk vinni, tehát ragaszkodunk is hozzá. Ennek az az a, hogy mondjam, előnye, illetve arra törekszünk, hogy következetesek legyünk ebben, és tartsuk magunkat mindig a kiadás és a bevétel oldal egyenlegéhez, hogy élhetőbb város irányába tudjuk mindig terelgetni egy kicsit a településünket itt Nyíregyháza árnyékában. Kezdjük talán azzal, hogy mekkora a keret, mekkora összegből gazdálkodik Nyírtelek, és ez milyen bevételi forrásokból jön össze? Most körülbelül 1,2 milliárd forintos költségvetésünk van erre az évre. Volt már olyan évünk, amikor megközelítettük a 2 milliárdot, most azért egy kicsit szűkösebb, a tavaly év pedig még nehezebb volt. Én azt gondolom, hogy ebből az évből, amit szeretnénk, azok tarthatóak lesznek. Természetesen az iparűzési adó, ami még nálunk maradt, és ezek a bevételek nagyon fontosak számunkra. Mekkora tétel ez a költségvetésben, és hogyan alakul az utóbbi években? Inkább itt az a fontos, hogy hogyan alakul ez. Amikor én 14-ben oda kerültem és átvettem, akkor még adóerőképesség terén ilyen 14 ezer forint környékén mozgott Nyírtelek, és nagyon-nagyon elmaradott volt ilyen téren. Talán a pályázatoknál az előnyt jelentett, mert kevesebb önerő kellett hozzátennünk, de azt gondolom, hogy mostanra már látszik az, hogy azokat a tisztességes vállalkozásokat, akik ott vannak, ott maradtak, azokat igyekszünk minden lehetőségünkkel segíteni. És ennek eredménye az, hogy ez az első olyan évünk, amikor már közel 10 millió forint befizetővé váltunk, tehát szolidaritásból befizetünk az államkasszába. Ez azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon jó hír. Viszont ez meg azt eredményez, hogy a pályázatokon sokkal több erőt kell hozzátennünk, de hát nincs az kőbevésve, hogy ez rossz lenne, igazából én azt gondolom, hogy ha valamihez hozzá tudunk tenni, akkor az már a településnek nagyon-nagyon jót fog tenni. Az 1,2 milliárdon felül számolhatunk pályázati forrásokkal? Igen, számolhatunk pályázati forrásokkal, de ezt mindig leszoktuk csupaszítani. Tehát igazából ezeket nem nagyon szoktuk hozzátenni, mert az egy plusz dolog, az majd fog jönni hozzá reményeink szerint. Tehát dolgozunk sok mindenen, igazából a belterületi utaknál már látszik, hogy lesz egy ilyen 110 millió körüli pályázatunk, amit elfogadtak, támogatói okirat van róla, tehát elkezdjük elkészíteni, de olyan ilyen szabály, amit mi találtunk igazából ki, hogy mindennek megvan az ideje, és most siettethetnénk ezt, de én azt gondolom, hogy amikor jó idő lesz és megfelelő állapotok lesznek, akkor fogjuk ezeket az utakat megépíteni. Annál is inkább, mert Nyírtelken vannak még a belterületen most is olyan útjaink, amelyek nem szilárd burkolattal fedettek, de ha minden sikerül, akkor évvégére ilyen 99%-át beborítjuk melegen hengeret. Ebből az 1,2 milliárd forintból milyen főbb kiadások vannak, mi a legnagyobb tétel? Természetesen az intézményeinknek a fenntartása, ami nagyon fontos. Itt óvoda, bölcsőde, van egy szociális szolgáltató központunk, illetve az iskola, már ugye nem tartozik hozzánk, de azért igyekszünk mindenképpen segíteni számukra is. Ezt úgy gondoltuk korábban is, hogy
igazából az oda járó gyerekek azok csak nyírtelekiek, és így az étkezését az önkormányzat átvállalt. Ezt is lépcsőzetesen tettük meg, először csak a bölcsődébe járókét, utána az óvodásokét, utána az alsó tagozat, és azokat most pedig már a felső tagozatosokét is. Tehát lépésről lépésre csináltuk ezt, hogy kiszámítható legyen, és hogy mindig néztük, hogy mennyivel terhel ez a költségvetés. Most már ez megvan. Tehát ez azt jelenti, hogy a nyírteleki iskolás gyerekek, óvodás gyerekeknek nem kell térítési díjat fizetni az iskolában? Ez pontosan ezt jelenti. Uh-huh. Igen. Ez mindenkire vonatkozik. Uh-huh. Tehát nálunk nem csak aki rendkívül ilyen, tehát kétház, hát háromház. Aki iskolába jár, így van. Vannak nyilván szociális kiadások, de ezeket is úgy igyekszünk fordítani, hogy célzottan azok kapják meg, és arra kapják meg, amire fel kell, hogy használják. Tehát egy lakásfenntartásra, gyógyszerre, temetkezés, tehát mindegyiket úgy próbáljuk itt is megoldani, hogy ezek a célzott támogatások oda jussanak, és azokhoz jussanak, akikhez kell. Ez is körülbelül 17 millió forintot foglal magába. Talán ezzel a kérdéssel kellett volna kezdenem, hogy milyen stratégia mentén alkotja meg a költségvetését nyírtelek, hogyan gazdálkodik, mik a főbb célok, és már ugye el is hangzott, hogy élhetővé szeretnék tenni, vagy az élhetőségét növelni nyírteleknek, de a fejlesztéseket milyen irányba gondolják? Általában ez úgy szokott elindulni nálunk, hogy bizonyos fogalmak köré csoportosítjuk a gondolatainkat. Tehát elsődleges a biztonság, utána pedig következik az infrastruktúra, gyermekek, idősek, biztonság, itt kamerarendszertől kezdve polgárőrségen keresztül támogatunk mindenkit, aki az ott élők biztonságát és szubjektív biztonságérzetét segíteni tudja. Ez az elsődleges. Ebbe beletartoznak viszont az utak is, mert egy rossz úton bármi baj könnyebben megtörténhet, és azért is mondom az utakat, mert ugye nyírtelek 7000 fős, meg egy kicsivel több település, de alapjában véve 5000-en laknak belterületi részen, 2000-en pedig tanyabokrokban laknak szanaszét. Nyilván a két résznek az igényeit összefésülni, az nagyon-nagyon nehéz. Mások az igények egy tanyában, és mások az igények a belterületi részen. Ezt igyekszünk megoldani, de mind a két helyen fontos az, hogy közlekedni tudjanak. Most is van egy pályázatunk, ami közel 300 millió forintot fog majd hozni, remélhetőleg nyírtelek konyhájára lehet ilyen pongyolán fogalmazni, mert külterületutakat is szeretnénk felújítani. Most itt nem mindig sikerül az emberekkel megértetni, hogy vannak belterületi utakra források, külterületi utakra, de aztán a végén, amikor megvalósulnak a pályázatok és megvalósulnak ezek a fejlesztések, akkor azt mindenki általában örömmel szokta venni és örömmel fogadják. És utána ugye lépünk tovább, gyerekek, itt beszéltünk már a bölcsődéről, van egy bölcsődei csoportbővítésünk, az óvodát is felújítottuk, és emellett három tagóvoda van tulajdonképpen, ezeket is mindegyikét felújítottuk, még talán az egyiknél egy ilyen tetőszerkezet felújítás lehet, de akkor ezzel teljesen kész vagyunk. Ugye, ami még fontos az egészségügy, nálunk ebbe is nagyon jó helyzetben vagyunk, azt kell, hogy mondjam, mert egyrésztről mondhatom, hogy az összes orvosi rendelőnk felújításra került, és a fogorvosi rendelő is felújításra került, viszont ettől talán sokkal jobb hír az a nyírtelekieknek, meg mindenkinek a kettől, hogy nagyon jó orvosaink vannak. Nagyon jó házi orvosaink vannak, gyermekorvosunk és fogorvosunk, akik én azt gondolom, hogy sokkal többet jelentenek nyírtelek lakosságának a számára, mint az, hogy milyen körülmények között történik az ellátás. Az ellátás is jó körülmények között zajlik, de én azt gondolom, hogy ezek az emberek ugyanúgy, ahogy és ezt kiterjeszteném egy kicsit, tehát nem csak az óvodára, tehát nem csak az egészségügyre, hanem az óvodára, bölcsődére is értem, és a szociális szolgáltatóra, hogy nekem mindig sokkal többet jelentenek azok az emberek, akik ebben dolgoznak, mert hogyha vannak technikai hiányosságok, akkor azt lendülettel, odafigyeléssel, gondoskodással át lehet hidalni, egyébként pedig, hogyha nincs benne élet, akkor az, ahogy szoktam mondani, az csak fa, fém, kő, üveg, az pótolható. Az mindegyik csak pótolható anyag. Mi a legnagyobb ívű fejlesztési terve most nyírteleknek, és ebben az évben mi fog ebből megvalósulni? Hát az elsődleges természetesen az utak irányába van. Beszéltem már az
óvodáról, de a legnagyobb az igazából szerintem a Városháza. Több mint 10 éve vagyunk város, és még eddig nem jutottunk el, tehát egy ilyen kis szolgálati lakás, amit toldoztak, foldoztak, és abból lett egy polgármesteri hivatal, és úgy gondoltuk, hogy most eljutottunk oda, hogy talán ezzel is lehetne foglalkozni. Azért gondoltuk úgy, mert minden mással foglalkoztunk, és én azt hiszem, hogy a munkavégzés nálunk rendben van, viszont most teremtsük meg ennek a technikai hátterét is. Ennek következtében, és annak a szerencsés vagy szerencsétlen dolognak, hogy az iskola újra hozzánk került a Petőfi utcán, abból azt terveztük, hogy egy szolgáltató városházát hozunk létre. Hogy mit is jelent ez? Tulajdonképpen azt jelenteni, hogy nem hagynánk veszni ezt a hatalmas épületet, ahol már egyébként a városi könyvtár ott van, van konyhája, van ebédlője, étterme, nyilván a polgármesteri hivatal is oda kerülne mellé a szociális szolgáltató központnak egy része, a családsegítés, gyermekek, tehát ez mind oda kerülne, illetve van egy városüzemeltetési KFT, amelynek szintén lenne itt ebben az épületben helye, és van egy karbantartó csapat, aki pedig a hátsó részt foglalná el, és mind a mellett megmaradna a ebédlő, étterem, és még egy tornaterem is. Tehát azt gondoltuk ki, hogy lenne egy olyan hely a településen, ahova ha valaki elmegy, akkor minden nemű problémáját meg tudják oldani, és nem kellene menni más helyre. A város egyik ugye, pontjáról a másikra. Egyik pontjáról a másikra, mert aki ismeri nyírteket, az tudja, hogy a Tokaj út kettészel minket, és az egyik oldalon a posta, a másikon a gyógyszert, és akkor egyik oldalon a hivatal, a másik oldalon meg a családsegítő, tehát ilyen járkálós egy picit. Mindennapi séta meg. Igen, a mindennapi séta megvan, és ezt most szeretnénk koncentrálni, és szeretnénk ezt szépen összefogni. Aminek épületnek az udvarán pedig egy parkot találtunk ki, hogy ott nyilván lehessen egy kicsit lazítani is, vagy hogyha netalántán várakozni kell, amit én nagyon nem szeretek, akkor ott ezt is meg tudják tenni, kultúráltan. Polgármester úr, sikeres munkát kívánunk erre az évre is. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba hozzánk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, ezzel a műsorral legközelebb jövő hétfőn találkozhatnak. Addig is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!